Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Szedlacsik Miklós vagyok. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen, arra is megkérek mindenkit, hogy a zavaró alkalmazottságokat kapcsolja ki. Magamról egy pár gondolat. Én Budapesten élek családommal, és ez a terület, amivel foglalkozunk, ez nem olyan rég indult, 2013. július 17-ével. Remélem, most már van hang. Számomra úgy tűnik, hogy elvileg most már lennie kell. Nem tudom, hogy át egy gomb kikapcsolva maradt, vagy bekapcsolva maradt, mindegy. Na, lényeg az, hogy várom akkor, hogy van-e hang, mert elvileg most már lenni kell hangnak. Tehát elnéztem itt valamit. No, lényeg az, hogy kezdjük a mai estét. Örülök, hogy együtt vagyunk, és egy olyan dologgal foglalkozunk, ami a jövő. Tehát mondhatjuk azt, hogy az, amit csinálunk, az befolyásolni fogja az emberiség jövőjét. Mondhatjuk azt is, hogy amit csinálunk, no, írják már, hogy jó a hang, oké. Mondhatjuk azt is, hogy amit csinálunk, attól függ az emberiség léte. Lehet, hogy ez úgy nagy szavaknak tűnik, de mégsem nagy szavak. Tehát bármilyen változás az emberiség történetében, az úgy indult, hogy valaki vagy valakik elkezdtek valamilyen változást, ami kihatott az egész emberiség életére. Tehát most mondok erre példát, az ókorból mondjuk úgy lett középkor, hogy valakik valamilyen változást előidéztek, akkor a középkorból úgy lett az újkor, hogy tudom én, föltalálta Fulton meg Watt a gőzgépet, és akkor létrejött a gőzgép, és ezzel elindult az ipari forradalom, és úgy lett az újkor. Tehát egy új korszak kellene, hogy elinduljon, és el is indult elvileg. Ez 2012-12-22-ére lehetne datálni, amit úgy lehetne mondani, hogy az újkor vége és az aranykor kezdetének kellene lenni. Nem tudom, tudják-e, hogy mit jelent ez, hogy aranykor. Tehát hogy kellene élni az embereknek, illetve az emberiségnek? Tehát az aranykorban vajon hogy kellene élni az embereknek? Tehát az aranykorban arról szólna a történet, hogy nincs elnyomás. Tehát ez lenne az első, tehát nincs elnyomás. Az emberek tudatosak, üdvözöllek, foglal helyet, az emberek tudatosak, képesek arra, hogy önmagukat vezessék, önmagukat irányítsák, nem kell őket vezetni, irányítani, képesek az összefogásra, képesek arra, hogy a saját életük irányítását saját maguk végezzék, képesek arra, hogy meglássák a lehetőségeket és éljenek vele. Ezt mind abban az esetben tudja az ember megvalósítani, hogyha tudatos. Az aranykorban az emberek képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, de az ember csak akkor tud szeretetben, békében és boldogságban élni, hogyha tudatos. A tudatosságnak a végeredménye pedig az, hogy az ember a saját életének az irányítását teljes egészében a saját kezébe tudja venni. Tehát ez lenne az aranykor, ahol az emberek egymást segítve, egymást támogatva, nem egymás ellen, hanem egymásért
tesznek, és nem akadályozzák egymást, hanem segítik egymást. Ez kicsit utopisztikus gondolatnak tűnhet egyesek számára, annak ellenére, hogy akármilyen hihetetlennek tűnik, az emberiség történelmében volt már aranykor. Csak történelmből nem tanultuk. Tehát volt már olyan emberiség, illetve az emberiség időszakában volt olyan rész, amit aranykornak lehetett nevezni. Nem ebben az elmúlt 10 000 évben volt ez az aranykor, jó? Tehát nem ebben a 10 000 évben volt. Tehát ami annyit jelent, hogy egy érdekes dolog van most a világban. Az érdekesség ennek az egésznek, hogy a tudomány nagyon magas szintre kezdett el fejlődni. Hallottunk olyanról, hogy tanultuk az általános iskolában, meg a középiskolában, de az általánosban mindenki, hogy van olyan, hogy fizika. De már tovább mentek ezen a mi általunk tanult fizikán, már van olyan, hogy kvantumfizika. Amikor mi jártunk iskolába, akkor nem is hallottunk ilyenről, hogy kvantumfizika. Na és hát én az általános iskolában ilyenről, hogy kvantumfizika, én nem hallottam. Sőt, még a középiskolában sem, csak fizikáról hallottam. És van olyan, hogy kvantumfizika. A kvantumfizikának a lényege az, hogy az atomnál kisebb, tehát az anyag atomjánál kisebb szerkezetbe is bele tudnak menni, sokkal, de sokkal kisebb szerkezetbe, ami azt jelenti, hogy mondjuk meg tudják nézni az energiát, ami sokkal kisebb, mint az atom. És amikor a kvantumfizikában nézegetik az anyagot, akkor meglepődve tapasztalták, amiről egyébként az embernek sejtése volt a kvantumfizika előtt, de a tudomány most már bebizonyította azt a tényt, hogy az ember gondolata az hat az anyag rezgésére. Tehát bebizonyították a kvantumfizikusok, hogy amikor nézik az anyagot, és nézik az anyagnak a rezgését, ha elkezd aki nézi, az az ember elkezd másként gondolkodni, akkor elkezd az anyag másként rezegni. Majd pedig, ha oda megy egy másik ember, aki tuti, hogy másként gondolkodik, mint az előző, annak hatására az anyag szintén elkezd másként rezegni. Egy olyan világot élünk, ahol bebizonyosodott, hogy az ember gondolatai, a mi rezgésünk, ugye mert nekünk is van egy rezgésünk, nem csak az anyagnak van egy rezgése, a mi rezgésünk az hat az anyag rezgésére. Igen ám, de ennek gondoljuk csak végig a következményét. Ez azt jelenti, hogy bebizonyított tény a következő is, hogy egy rossz állapotú embernek, aki rosszul érzi magát tartósan a bőrében, a környezetében lévő tárgyak, igaz, rossz állapotban vannak. Egy jó állapotú egyénnek a környezetében lévő tárgyak, jó állapotban vannak. Tehát ez tény. Minél jobb állapotban van valaki, a környezetében lévő tárgyak annál jobb állapotban vannak. Tehát, mit tudom én, vesz két különböző ember ugyanolyan autót, ugyanolyan típus, ugyanaz a széria, egyszerre megveszik, az egyik egy jó állapotú ember, a másik egy rossz állapotú ember, és furcsa mód a rossz állapotúnál sokkal hamarabb elromlik az autó, erre azt mondják, hogy a széria hibás. Közben nem az, hanem egyszerűen az ő gondolatai, az ő energiája hat
arra az anyagra, az anyag szerkezetére, az anyag rezgésére. Tény a következő, hogy az emberiség történetében soha nem volt ennyi ember, mint most van. Soha nem volt ezen a bolygón 7 milliárd ember. Történelemben nem tanultuk, csak azt tanultuk, hogy ez az emberiség, mit tudom, a Biblia azt mondja, hogy 6000 éve van itt ez az emberiség. A tudomány azt mondja, hogy ezt tanultuk, hogy olyan 12-14 ezer éve van ez az emberiség. Itt, ezen a bolygón. Illetve már találtak rá bizonyítékokat, hogy több tízezer éve már itt van ez az emberiség. Majd találtak olyan bizonyítékokat, hogy több százezer éve itt van ez az emberiség. Majd találtak olyan emberi leleteket, hogy több millió éve itt van ez az emberiség a bolygón. Tehát ugyanolyan csontvázat, mint a miénk, találtak ilyen másfél-két millió éveseket. De hát ezt mi nem tanultuk. És akkor gondolkodik az ember, hogy hova lett az emberiség? Hallottunk ilyenről, ilyen mítoszokról, hogy Atlantis eltűnt. És ha jobban utána néz az ember ezeknek a dolgoknak, vagy esetleg kap valahonnan információt erre vonatkozóan, akkor kiderül, hogy itt már több emberiség volt ezen a bolygón. Akik kinézetre ugyanúgy néztek ki, mint most, mi. Tehát nem ilyen majomszerűek voltak, hanem ilyen ugyanúgy néztek ki, mint mi. És hova lettek azok az emberek? Hallottunk ilyet, ilyen mítoszokról, meg Bibliában is le van írva, hogy ugye megállapították, hogy voltak olyan, hogy jégkorszak, volt olyan, hogy özönvíz, sőt, olyan is volt, hogy világégés, hogy jött valami meteor, és puty, fölperzselte a Föld nagy részét, és gyakorlatilag elpusztult az élet nagy része. És ha jobban megnézi az ember, akkor volt ember, és hova lett az ember? Na most, ha egy kicsit valaki elmélyül, csak azokban, amit most már pontosan megállapítottak, és amiről most beszéltünk, akkor a következő történt. Volt egy emberiség, létrejött egy nagy létszám, akár több tízmillió volt a bolygó lélekszáma, mármint emberekből, és az emberek többsége elkezdett negatívan gondolkodni, negatívan hatott az anyagra. És akkor mi lett? Megfigyelésem, ez a saját megfigyelésem, ezt ön is megfigyelheti, hogy természeti katasztrófák mindig olyan helyeken történnek, ahol az emberek azon a helyen, ahol a természeti katasztrófa történt, negatív többsége negatívan gondolkodott. Tehát magyarul rossz állapotban élte le az életét, vagy élte az életét akkor. Például voltunk Pompejbe, és ugye láttuk, hogy ugye Pompejben ott vannak a romok, és akkor ugye tanulmányoztuk ezt a kérdést, hogy belepte a hamu, ugye a forró hamu, és kiderült, hogy milyen volt akkor Pompejnek éppen az élete. Tehát gyakorlatilag egy fertő volt a város. Tehát nem dolgoztak az emberek, csak a rabszolgák dolgoztak, és szexuális fertő volt a városban. Ami azt jelenti, hogy ez szexuális szabadosság, liberalizmus volt. Tehát gyakorlatilag azok az emberek szinte semmi jót nem cselekedtek. És el is kellett pusztulni a városnak. Ráadásul egy kikötőváros volt, ami még tetézte ezt a dolgokat. Ami annyit jelent, hogy kimondhatjuk azt, én nem csak kimondhatom, hanem tudom, hogy így van, kimondhatjuk azt,
hogy minden természeti katasztrófát, ami a bolygón keletkezik, meg keletkezett a történelem során emberi életeket követelő természeti katasztrófát, a mi gondolataink idéznek elő, az ott élők gondolatai. Ugyanis az ember gondolata az hat az anyagra, és a bolygónk ugye az anyagból van. A víz az egy anyag. Ha árvíz van, például az egy anyag. Ha vulkán kitör, az anyag. Satöbbi, satöbbi. Ez azt jelenti, hogy most gondoljunk bele, nem tudom, tudják-e, hallották-e valahonnan, vagy olvasták, hogy ez a 7., illetve a 8. emberiség. Tehát 7 emberiség már eltűnt a föld színéről. Ami annyit jelent, hogy valami oka volt annak, hogy eltűnt az emberiség, és mindig az volt az ok, hogy az emberek nagy része, többsége, az negatívan gondolkodott. Na most, ez nem tudom, hogy érthető és világos-e, hogy ha több ember negatívan gondolkodik, az anyagra sokkal nagyobb hatást fejt ki, mint egy ember negatív gondolata. Tehát egy ember negatív rezgése, az nem fejt ki energiát, negatív energiát arra az anyagra, mint mondjuk 2 emberé, vagy 10 emberé, vagy 100 emberé, vagy 1000 emberé. Minél több ember gondolkodik negatívan, annál nagyobb anyagi kárt okoz az ember. Na most ez azt jelenti, hogy soha nem látott mértékben szaporodott meg az emberiség száma, 7-es milliárd. Soha nem volt ekkora, milliók, 10 milliók, 100 milliók esetleg voltak a bolygón, és mégis tönkretettük a saját gondolkodásunkkal az emberiség életét, ha nem is az egész élővilág. Gondoljunk bele, hogy itt van 7 milliárd ember, és abból mondjuk csak 4 milliárd elkezd negatívan gondolkodni. 4 milliárd negatívan gondolkodó ember soha nem volt az emberiség történetében. Ami azt jelenti, hogy olyan kárt tud okozni ilyen tömegű negatív gondolkodás, hogy a gondolatainkkal az életet megszüntethetjük a bolygón, úgy, ahogy van. Magyarul járhat esetleg úgy a Földünk, mint a Mars. Hogy a Marsnak régen volt légköre, ez már bebizonyított tény, és a légkörétől megszabadult a Mars. Jelenleg a Marsnak nincs légköre. És ezért ugye a Mars bolygó felületén nincs élet. Hát nincs élet, mert ahol légkör nincs, ott nincs, nincs levegő, ott nincs élet sem. Tehát ami azt jelenti, hogy nézzük meg most, mondjuk csak az elmúlt évtizedekben, egy kicsit visszanézve, vajon az emberek jobb állapotban vannak most, mint régebben? A 20 évesek jobb állapotban vannak, mint régebben a 20 évesek? Mikor voltak jobb állapotban a 20 évesek? 30 évvel ezelőtti 20 évesek voltak jobb állapotban, vagy a mostani 20 évesek vannak jobb állapotban? A 30 évvel ezelőttiek. Egyértelmű? Ami azt jelenti, hogy tömegesen romlik az embereknek a hangulata, az azt jelenti, hogy tömegesen az anyagra negatívan hat az emberek gondolkodása. És ez általános a Föld nagy részén, hogy egyre rosszabb állapotban vannak az emberek a bolygó nagy részén. Tehát, hogy megértsük, lehet, hogy ez most kicsit meredeknek fog tűnni, de hogy megértsük, hogyha például jönne mondjuk felénk egy üstökös. Ha az emberiség azt gondolná, hogy az üstökös be fog csapódni, akkor az be fog csapódni. De az emberiség azt gondolná, hogy az üstökös ki fog minket kerülni,
akkor az ki fog minket kerülni. Tehát eljutottunk arra a szintre, hogy az emberiség a saját gondolkodásával gyakorlatilag olyan mértékű természeti katasztrófát idézhet elő, hamarosan, ha ez így folytatódik, ez a gondolkodásban történő romlás, ha ez így folytatódik, hogy olyan katasztrófákat idézhetünk elő, hogy nem csak saját magunkat pusztítjuk el, mint az előző emberiség, hogy vízözön lett, és elpusztult az emberiség nagy része, de az élet nem pusztult ki. Hogyha itt ez a folyamat tovább folytatódik, akkor arra képes lesz az emberiség, hogy gyakorlatilag a teljes életet kipusztítsa a Földön. Érthető ez? És akkor mi a megoldás? Hát a megoldás, egyetlen egy megoldás van. Létre kell hozni az aranykort. Az az egyetlen megoldás. Az aranykorhoz pedig a tudatosság szükséges. Én nem ismerek még egy olyan szervezetet, amely rendelkezne tudással is, képességekkel is, gyakorlattal is, és módszerekkel is ahhoz, hogy eljuttassa az emberiség számára a tudást. Én elég sokat tanulmányozok vallásokat, meg tanulmányozok más szervezeteket, ezotériával foglalkozó dolgokat is szoktam tanulmányozni. És a következő van, hogy kicsit jobban megnézzük. A vallásosok, azok várják a jó Istentől a segítséget. Sőt, imádkoznak érte. Hát én úgy gondolom, az ima a változáshoz eddig a történelem során mindig kevés volt. Kell a cselekedetek mellett az ima. Az ezoterikusok, azok jókat meditálnak azon, hogy a bolygó helyre jöjjenek a dolgai, de az önmagába kevés. Kell a meditáció a cselekedetek mellett. De én azt látom, hogy a legtöbb embernek az egyszerűbb, hogy nem csinál semmit, várja, hogy majd az UFO-k, vagy mert az ezoterikusok az UFO-któl, meg a földön kívüliektől várják a megoldást, a vallásosok meg a Jézustól, meg az Istentől várják a segítséget. Soha a földtörténet során, amikor jöttek ezek a természeti katasztrófák, nem akadályozták meg sem az Isten, sem a földön kívüliek. Most miért tennék? Hát, hogyha jobban megnézzük, sajnos ezt kell mondani, hogy ha mostani állapotát nézzük az emberiségnek, akkor mondhatnánk azt, hogy megérdemelné, hogy elpusztuljon. És ez nagyon kemény gondolat volt, amit most mondtam. De ugye mi azért vagyunk, mert nem szeretnénk ezt. Nem szeretnénk, hogy az emberiség elpusztuljon. Sőt, mi teszünk azért, hogy az emberiség eléri az aranykort. Hogy az emberek békében, szeretetben és boldogságban éljenek. Hogy lehet tenni ezért? Tehát az, hogy az ember tudatossá váljon, ez nem egy nagy dolog. Nem egy nagy dolog. Bár nagy dolognak tűnik egy olyan világban, ahol minden az ellen van, hogy az emberek tudatosak legyenek. Mert ugyanis egy tudatos ember nem manipulálható, vagy csak drogokkal manipulálható. Egy nem tudatos buda ember, az viszont könnyedén manipulálható. Ez a baj. Ezért van az, hogy szó szerint az emberiség, az emberek hűítése folyik ezen a bolygón. És ezt elkerülni gyakorlatilag nem lehet. Mert senki nem egy lakatlan szigeten él. Hát akkor mi a megoldás?
tudatossággal elérhető az, hogy átlássa az ember, átlásson a szitán, és meglássa azt, hogy most hűítenek, vagy igaz. Az a dolog. Nem tudom, ez így érthető-e. Tehát ha egy tudatos ember szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor egy tudatos ember képes arra, hogy világosan felismerje, hogy az most manipuláció, amit végeznek vele, az hűítés, amit végeznek vele, vagy egyszerűen az tényleg úgy van, ahogy mondják, vagy ahogy nyújtják azt a dolgot. Oké? Ami annyit jelent, hogy egy olyan világot kell létrehozni, ahol az emberek tudatossá válnak. Miért jó az, hogyha az ember tudatos? Hát nem tudom, ki az, aki szereti, hogyha átvágják ezeket? Szereti valaki, ha átvágják? Nem. Na most, észrevesszük, hogy minden szinten megpróbálják az embereket átvágni? De szó szerint. Tehát mit tudom én mondjuk a hitelfelvételnél? Nem? Jól átvágták az embereket. Akkor, mit tudom, köt valaki egy biztosítást, főleg egy életbiztosítás, ilyen tőkebefektetéses életbiztosítást. Jó nagy átvágás van. Tudom, jön egy új párt, mindenfélét ígér, semmi nem valósul meg belőle szinte. Jó nagy átvágás az egész, nem? Az ember elhelyezkedik egy munkahelyen, azt hiszi, hogy ma jó, sokáig fogod dolgozni, és jó életszínvonal tudod magának produkálni. Hát nagy átvágás, mert semmi nem lesz belőle. Tehát, hogyha megnézzük a tévét, folyamatos hűítés van, nem? Az újságokban, a híreknek a nagy része az nem úgy van, ahogy leírják. Tehát gyakorlatilag minden szinten, a hatalmi szinten, ahol az embereket az orruknál fogva vezetik, ott egy dologról szól a történet, hogy átvágják őket. Miért jó ez nekik, akik átvágják? Mert gazdagodnak. Tehát magyarul a pénz gazdát cserél. Na most egy tudatos ember viszont átlát ezeken a dolgokon. Tehát ha át akarják vágni, akkor egyszerűen azt mondja, hogy hát én ezt úgy látom, hogy átvágás lesz, úgyhogy nem csinálom. Nem csinálom ezt, nem csinálom azt. Oké? Vagy megnézzük átvágás az élelmiszerekben. Mennyi káros anyag van. Oké. Átvágás. Mit tudom, én megnézte az ember mondjuk a villanyszámlát, és annyi tételből áll, hogy az ember nem tud rajta kiigazodni. Most már egyszerűsítettek rajta, hála Istennek. De mit tudom, mondjuk ezelőtt két évvel egyszer nem tudtam rajta elmenni. Oké, de bármi ilyesmi. Tehát az egész világ arról szól, hogy az embereket hűítsék és átvágják. Nem? Na most egy tudatos ember pedig nem lehet. Nem lehet átvágni. Vagy nézzük meg még egy kicsit ezt a kérdést. Tehát nem tudom, ki az, aki szereti, hogy nem azt csinálhatja, amit szeret. Ki az, aki szereti, hogy nem azt csinálhatja, amit szeret? Van olyan, aki valaki, tehát ön ismer olyan embereket, akik szeretik azt, ha nem azt csinálhatják, amit szeretnek? Hát nem. Na most, ha jobban megnézzük, én ezt ezelőtt 23 évvel tanultam először, vagy hallottam először, hogy az ember, tehát ugye, sőt, nem 23 évvel, már azelőtt, a szocializmusban, azt mondták, a szocializmusban az a baj, hogy az ember nem magának dolgozik, nem?
hanem a közösnek. Tehát azért ment minden tönkre a szocializmusba, mert mindenki a közösbe dolgozott. Nem? Nem így volt? Tehát azt mondták, hogy fölépítettek egy 10 emeletes ilyen nagy házat, és odaadták az embereknek, ugye, oda mentek lakni, és akkor tönkre tették a lakásokat. Összefirkálták meg, összevagdosták meg, stb. És arra hivatkoztak, hogy ez azért történt, mert hát nem az övé. Nem? Hát mindenki csinálta ezt, mert én visszaemlékszem, mi Újpalotak mellett laktunk, nem messze, Újpalotától gyakorlatilag 100 méterre, most egy kicsit távolabb lakunk, és én azt látom, hogy gyakorlatilag tönkretették azokat a házakat, lakásokat, amit kaptak bérlakásként. Azt mondták, hogy a munkahelyeken azért lopnak az emberek, nem ezt mondták a szocializmusban, mert nem az övé, ezt viszi haza. Na most, én ezt hallottam a szocializmusban, hogy azért nem vigyáznak az emberek a dolgaikra, mert hogy nem az övéké. Na most nem értem, most mi változott. Most az a különbség, hogy most nem közös a dolog, hanem most vannak bizonyos gazdag emberek, akik tulajdonában vannak dolgok, és akkor ugye egy kicsit a miénk volt a szocializmusban, mert mindenkié volt, akkor azt mondták, hogy ha mindenkié, akkor senkié. De most meg egy alkalmazottnak, ahhoz a munkáltatóhoz ennyi köze sincs. És valahogy annyira megetették az embereket, hogy ez most már nem jut eszükbe. Hogy itt a kapitalizmusban a legtöbb ember, aki dolgozik valakinek, gyakorlatilag neki már annyi köze sincs ahhoz a céghez, amiben dolgozik, mint a szocializmusban. Mert a szocializmusban azt mondták, hogy hát az mindenkié. Nem azt mondták? Most meg azért a kapitalistáé. Ami azt jelenti, hogy neki még 0,1 milliómod része sincs abban a dologban. És valahogy erre az emberek most nem jönnek rá, és azt mondták, hogy milyen jó lesz majd, ha rendszerváltás lesz a szocializmusban, mert akkor visszakapjuk, hogy a miénk legyen az a dolog. Erre valahogy itt vagyunk a kapitalizmusban, és még annyira se az embereké. Hát ha ez nem átvágás, akkor micsoda? De az embereket elhitetik, hogy ez nekik jó. Érthető most, miről van szó? Tehát egy olyan világot élünk, ahol az embereket szó szerint megetetik. Elhisznek mindent annak, amit a hatalom, meg a média, ugye a hatalom kezében van a média mond. Mindent elhisznek. És közben ez mind ellenük történik. Nem értük, hanem ellenük. Na azért, mert nem tudatosak az emberek. Rossz állapotban vannak, tudatosságuk a béka feneke, az iskolákban semmilyen tudatosságra nem neveltek senkit, engem se. Sőt, olyan dolgokat tanultunk, amit azóta se használunk, akkor csak legfeljebb azért kellett használni, mert ugye vizsgázni kellett belőle, vagy felelni. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egyszerűen az orrunknál fogva vezetnek minket. És föl kellene ismerni azt, egy tudatos ember felismeri azt, hogy mi a manipuláció, mi van a érdekében az embernek, és a személyes érdekében mi áll, és mi van a személyes érdeke ellen. De ezt egy nem tudatos ember nem képes felismerni. Tehát egy nem tudatos embert meg lehet etetni mindenféle hülyeséggel. Most önök szerint miért van az, gondolják csak végig, miért van az, hogy ez köztudott ez a szám, vagy ez az adat, hogy Magyarország egy célpont arra vonatkozóan, hogyha ki akarnak próbálni
egy új, mondjuk network marketing MLM-es üzletet, az legtöbb esetben, ha Európába bejön, akkor az Magyarországba jön be először. Tehát egyetlen egy ország nincs Európába, ahol ennyi MLM-es üzlet jelent meg első ízben, mint Magyarországon. Ezt nem tudom, tudták-e. Na most, vajon ez miért van? Annyira szeretnek minket, hogy idehozzák az MLM-es üzleteket? Vagy miért? Azért nagyon egyszerű oka van, mert ugye azok a hiszékeny emberek, akik nem tudatosak. Oké? És mondhatjuk azt, hogy a magyarok talán a legkevésbé tudatosak Európában. Ami azt jelenti, hogy csinált a tudatosság és a hangulat az összefügg. Tehát egy rossz állapotú ember, az minél rossz állapotúbb egy ember, minél rossz állapotban van, annál kevésbé tudatos ösztönösen. Tehát van kétféle tudatosság, van az ösztönös tudatosság, meg van a tanult tudatosság. Ez két dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember rossz állapotban van, akkor az érzelmei dominálnak, és gyakorlatilag az érzelmeink lekapcsolják a gondolkodásunkat. Tehát minél rosszabb állapotban van valaki, annál kevésbé képes gondolkodásra, minél jobb állapotban van valaki, annál képesebb a gondolkodásra. Tehát nem az a gondolkodás, hogy látszólag töpreng. Szóval úgy lát, hogy gondolkodik, az nem gondolkodás. A gondolkodás az, hogy képes az ember a jövő érdekében, a jelenben jó döntést hozni. Ezt érdemes felírni. Jó? Tehát a jövő érdekében, a jelenben helyes döntést hozni. Ezt jelenti a gondolkodás. Tehát képes, tehát gondolkodás kettős pont, képes a jövő érdekében helyes döntést hozni a jelenben. Tehát a jövő érdekében képes helyes döntést hozni a jelenben. Tehát ez jelenti a gondolkodás. Tehát az az ember, amelyik a jelenben helytelen olyan döntést hoz, amivel magának a jövőben problémát okoz, vagy másnak problémát okoz, akkor az az illető nem gondolkodott, hanem az érzelmei alapján hozott döntést. Érthető ez? Tehát nem az érzelmeink alapján kell döntést hozni, hanem az értelmünk alapján kell döntést hozni, és az értelmünk alapján akkor tudunk döntést hozni, hogyha jó állapotban vagyunk, és van tudásunk. Jó állapotban vagyunk, és van tudásunk. Jó állapotban vagyunk, és van tudásunk. Hát ezért csinálják azt, hogy ne legyünk jó állapotban, ugyanis rossz állapotban az ember nem képes a tudatosságra, és folyamatosan elő fog magának idézni problémákat azzal, hogy a jelenben helytelen döntést hoz. És ezzel a jövőben kialakít egy problémát magának. Tehát egy olyan ember, aki nem képes a tudatosságra, az elsősorban azért nem képes, mert rossz állapotban van. Egy rossz állapotú ember pedig könnyedén manipulálható. Tehát mi magyarok, ez konkrét statisztika, hogy a legpesszimistább nép vagyunk Európában.
Ez egy konkrét statisztika. Minden évben csinálnak egy ilyen felmérést, vagy két évente, nem is tudom, Európába. Megkérdeznek, mit tudom én, hány száz vagy hány ezer embert az adott országban, és annak alapján kijön egy eredmény, a jövővel kapcsolatosan kérdezik meg az embereket, és kijön egy eredmény, és mindig már évek óta, vagy évtizedek óta mondhatjuk azt, hogy Európában a legpesszimistább nép. Ha a legpesszimistább nép, akkor az azt jelenti, hogy a legrosszabb állapotban is van. Ha a legrosszabb állapotban van, akkor a legmanipulálhatóbb. Érthető ez? Tehát a legmanipulálhatóbbak vagyunk. Na most, hogy megértsük, hogy hogy kerültünk mi ide, hogy a legmanipulálhatóbbak vagyunk, tehát a legrosszabb állapotúak vagyunk itt Európában. Ez abból fakad, amit megint csak a történelmből nem tanultunk. Abból fakad, hogy nem tudom, tudják-e, hogy melyik volt a leghosszabb és legnagyobb kiterjedésű birodalom a világon. Tehát leghosszabb ideig, legnagyobb kiterjedésű birodalom a világon. Ha van, aki tudja. Tehát a leghosszabb és legnagyobb, tehát leghosszabb ideig tartó, és legnagyobb kiterjedésű birodalom. Ezt nem tanultuk a történelembe. És kimondom, ez a Hun birodalom volt. A Hun birodalom. Erre mindenki mondaná, hogy, vagy a legtöbb ember mondaná, hogy Attila. Nem. Csak az Attila a legismertebb személy ebben a Hun birodalomban. De talán olyanról is hallottunk, hogy Nimród, nem? Ő is a Hun birodalomnak a királya volt. Csak egy kicsit régebben, mint Attila. Oké? Okay. Na most a hunoknak volt egy világküldetése, hogy egy fejlettebb tudással rendelkezett, mint a többi nép. Ezt a fejlettebb tudást az a földön kívüliektől kapták. Jó, maradjunk ennyibe. Tehát ezt a fejlettebb tudást a földön közvetlenül, a földön kívüliektől kapták, és utasításban kapták azt, hogy ezt a magasabb szintű tudást el kell terjeszteni az emberiség számára. Ezáltal a mai értelmezésben, hát felsőbb, tehát mai értelmezést inkább úgy mondanám, hogy gyarmatosító volt. Tehát a mai értelmezésben a hunok azok gyarmatosítók voltak. Csak nem olyan gyarmatosítók, mint a mai értelemben, mert mai értelemben a gyarmatosítók azok anyagilag szipolyozzák ki a népeket. A hunok nem szipolyozták ki anyagilag, hanem tudást adtak, és a tudásért cserében kaptak anyagiakat. Tehát a tudásért cserében kaptak anyagiakat. Hát ami nem feltétlenül a történelem során anyagiak voltak, hanem valamilyen csere. Élelmiszer, ruha, stb. Cserét kaptak érte. Adót fizettek a tudásért fejébe, stb. Stb. Oké? Na most, a hunok gyakorlatilag ezerig uralták a világot. Hánytól? Időszámítás előtt 12 000-től. Hát Krisztus előtt 12 000-től uralták Istvánig, az államalapításig. A világot.
Ami azt jelenti, hogy az hány ezer éven keresztül? 13 ezer éven keresztül. Na most, ami annyit jelent, hogy gondoljuk csak végig, a többi nép, ahova elvitték a magasabb szintű tudást, az mind gyakorlatilag a idézőjelben a szolgái voltak a hunoknak. Idézőjelben. Nem voltak szolgái, mert a hunok együttműködtek az általuk gyarmatosított, idézőjelben leigázott népekkel, de mégis régen ez úgy volt, hogy megértsük, nem anyagi szempontból volt a hatalom, hanem tudás szempontjából. Aki többet tudott, az volt a hatalomban, aki kevesebbet tudott, azokon idézőjelben uralkodtak a nagyobb tudásúak. Ez igen így működött a történelemben. De most ezt az uralkodást jó értelemben értelmezzék, mert most gondolják végig, hogyha ön segíti egy nagyobb tudású család, mondjuk, akkor ez önnek nem rossz, és azért cserébe kér valamit az a család, az önnek nem rossz, de mégis, hogy megértsék, tudni kell, hogy az emberiség 20%-a antiszociális. És az antiszociális ember az el akarja nyomni a környezetében lévő embereket. Ez azt jelenti, hogy hiába a hunok jót tettek az emberiség számára, mert egy magasabb rendű tudást vittek el az emberiség számára, az elnyomók akkor is uralkodni akartak a hunok felett. Nem tudom, világosan. Tehát nem a hunok voltak többségben a földön, de ők voltak a vezető, a tudás végett a vezető hatalom. Oké? És mivel nem ők voltak többségben, ezért ugye sokan azt akarták, hogy hát a hunok birodalma az tűnjön el a föld színéről. Tehát a hunokhoz tartoztak a közvetlen leszármazottnak tekintik a jelenlegi külföldiek, a hunok közvetlen leszármazottját a magyaroknak tekintik, ezért Hungáriának hívnak mindent. Ön elmegy bárhova a világon, azt mondja, hogy magyar, Magyarország, akkor önre fognak nézni bambán. Ha azt mondja, hogy Hungary, vagy valami hasonló elnevezés, az a lényeg, hogy beszél, hogy hun, onnantól kezdve fogják tudni, hogy miről szól a történet, hogy honnan jött. Ezt kipróbáltuk. Bárhol azt mondtuk, hogy magyarok vagyunk, néztek ránk bambán. Azt mondtuk, hogy Hungary, vagy Hungária, vagy valami hasonló, rögtön tudták, hogy kik vagyunk. Elég sok országban voltunk már. Lényeg az, hogy akkor, amikor a hunok voltak a vezetők, és minden nép alattuk volt, olyan, mint most az USA. Vagy olyan, mint a magyarok fölött az EU. Oké? Okay. Csak nem pár évtizedről beszélünk, hanem évezredekről beszélünk. Ezért ugye, tehát közvetlen leszármazottnak mondják a magyarokat, de hun törzs volt a török, a bolgár, a lett, az észt, akkor a kurd, akkor a lappok például, akkor Dél-Amerikában a maják, az inkák, ezek mind hunok, hun származottak voltak. Akkor a punok,
hunok is huna, a mongolok, a koreaiak, a japánok, a tatárok, a kínaiak csak rokonok, azok nem hunok, azok csak rokonok. Azért rokonok a kínaiak, mert ugye beházasodott a hun császár, vagy a kínai császárnak a lánya, meg a hun törzsfőnöknek a fia, összeházasodtak. És így rokonok vagyunk, de ők nem hunok, a kínaiak. Jó, tehát lényeg az, hogy elég sok hun, összesen 350 milliós a hun lélek a Földön jelenleg. Tehát jelenleg 350 millió a hun lélek a Földön. Tehát aki hun nép része, tehát a hun nép része, és abból a magyar az csak 30 millió összességében. Na most, tehát volt ez a vezető hatalom, voltak az antiszociális személyek, akik nem ide tartoztak, hanem az egyéb a germán, a szláv, stb. Egyéb népekhez tartoztak, tehát már ideje lenne a finn-ugor rokonságot befejezni, és keresni a hun rokonságot, és ugye vannak szláv népek, meg vannak germán népek, ugye a szláv nép például az orosz, a lengyel, az ukrán, stb. Stb. Ugye a cseh, a szlovák, ezek mind szláv népek, a horvátok, oké, a szerbek, így van, ezek mind szláv népek. Keresni kéne már a hun népeket, mert nekünk ahhoz van rokonság. Például a palócok hunok, a székelyek hunok, akkor a kunok, azok hunok, stb. Stb. Jó? Tehát van egy csomó nép, amely a hun népek közösségébe tartozik, ugyanúgy, mint vannak szláv népek, meg germán népek, ugye a angolok például germán népcsaládba tartoznak. Tehát az angolok. Oké? Okay? Akkor vannak ugye a egészségügyben milyen nyelven beszélnek? Latin. A latin népek, ugye azok a például az olaszok, a spanyolok, a románok, a franciák, ugye ezek a latin népek. Jó? Tehát mi meg a hun népek, tehát nem finn-ugor, hanem hun népek szövetségébe tartozunk. Jó? Vagyis hát nem szövetség sajnos, hanem hun népcsoportba tartozunk. És mivel ez a hun népcsoport vezette a világot, nyilván a többiek ebből ki akartak szakadni, a germánok, a szlávok, és tettek egy fogadalmat. Hogyha ők lesznek hatalmon, akkor a hunokat eltörlik a föld színéről. És ezt a fogadalmat, ez a fogadalom, tehát, hogy megértsük, a fogadalmak, azok túlnőnek a bolygón. Tehát a fogadalmak, azok erősebbek, mint mi magunk. Sok esetben. Tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk ön megfogad valamit, az, hogyha erős az a fogadalom, az tovább fog élni az a fogadalom a gyerekében. Érti? Ami azt jelenti, hogy ők erősen megfogadták azt, hogy a hunokat kiírtják a földszínéről, és ez tovább ment a generációkba. Világos ez most már? Tehát akkor kezdjük el érteni, hogy miért minket akarnak eltörölni innen a földszínéről, mert mi vagyunk a közvetlen leszármazottjai a hunoknak. Oké? Okay? És ráadásul a hun népnek volt egy küldetése az életben,
A hun népnek az volt a küldetése, hogy egy magasabb szintű tudást juttasson el az emberiség számára. És most megint ezt csinálnánk. Egy magasabb szintű tudást juttatnánk el az emberiség számára. Ezért van az, hogy ugye mivel évezredeken keresztül, több mint 10 000 éven keresztül ez a nép ezt csinálta, hogy egy magasabb rendű tudást juttatott el az emberiség számára, ezért ez bennünk van, hunokban. Tehát bennünk van. Bennünk van, hogy magasabb szintű tudást juttassunk el az emberek számára. De ahhoz, hogy ezt megtehessük, nyilván jó állapotban kell lenni. Ahhoz, hogy természetesen megtehessük, mi nekünk magunknak fejlődni kell. Tehát nem elég az, hogy ösztönösen jobbá válunk, hanem olyan tudást is át kell adni, amit meg kell tanulni. Tehát az szép dolog, hogy az embernek nagyon jó képességei vannak, üdvözöllek, foglal helyet, hogy az embernek nagyon jó képességei vannak, bármilyen embernek, de a képességeinket tudással kell fejlesztenünk. Tehát mi nekünk, olyan embereknek, akik ugye arra hivattunk igazából mi hunok, hogy egy magasabb tudást juttassunk el az emberiség számára, ugye erre vagyunk hivatva, szó szerint erre vagyunk hivatva, ez a hunok karmikus küldetése. Ehhez képest ugye az elmúlt 600 évben ezt mintha nem nagyon műveltük volna. Vagy 500, akkor 500 évben mindegy, 500 évben, nem 600, 500 évben. Ugye Mátyás, nem nagyon műveltük ezt a dolgot. Mátyás volt az utolsó királyunk, amikor ez még működött. Tehát ugye a Mátyás könyvtára az világ legnagyobb könyvtára volt, akkori világ legnagyobb könyvtára. Tehát gyakorlatilag a Mátyás könyvtárában az akkori világ legnagyobb tudományai voltak. És a Mátyás udvarában is a legnagyobb tudás volt, az akkori világ legnagyobb tudása. Na most, és lényeg az, hogy ezt a tudást, ami tanulunk, tapasztalunk, illetve kapunk, ezt minél több embernek át kell adnunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az lesz, amiről az imént beszéltem. Tehát gyakorlatilag az emberiség a saját hülye gondolkodásával az anyagot, az anyag rezgésére hatva előidézi a saját pusztulását. A természeti katasztrófákon keresztül. Például, mikor volt ez a nagy cunami, az első, nem ez a fukushimai, hanem az előző ott a tájföld azon a része. Hát ha jobban megnézzük, miért ott volt a cunami? Hát ott volt a szexipar, a világ szexiparának a jelentős része. Oké? Hát miért pont ott kellett lennie? Nem kérdés. Rögtön, amikor meghallottam az első híreket ezzel kapcsolatban, így beugrott. Hogy annak azért kellett ott elpusztulnia. De hát biztos újraépítették, úgyhogy. Nem sok értelme volt, hogy elpusztulja. Na mindegy. Jó? Oké. No szóval, mi azt csináljuk tehát, hogy olyan dolgot juttatunk el az embereknek, amire mindenkinek szüksége van. Tehát az, hogy tudatosan tudjon élni az életében, átlássa az ember azt, hogy mi a manipuláció, és mi az igaz, ezt egyszer így kell élni. Tehát az, hogy az ember a saját életének az irányítását saját maga tudja kezében tartani,
az én úgy gondolom, hogy mindenkinek létkérdés. Tehát nyilvánvaló, hogy gondolja végig, önnek más az érdeke, és másnak is más az érdeke, nem? Akkor más, az mindig azt akarja majd, hogy az ő érdekét magára kényszerítse. Tehát önre kényszerítse. Ez a kényszer, ez kisebb, nagyobb mértékű. De senki nem szereti azt, hogyha rá kényszerítik mások az akaratukat. Pedig most egy ilyen világot élünk, ahol mások önre kényszerítik az akaratukat. Ez általánosan most azt mondanánk, hogy hatalom. Tehát azt kell megérteni, hogy önnek van egy bizonyos érdeke, másnak is más az érdeke, meg a harmadiknak is, meg a negyediknek is, meg az ötödiknek is. Tökéletesen azonos érdekek ezen a bolygón nem lesznek, meg nem is voltak sose. Mert minden ember más. És ezáltal nem mindegy, hogy az ember tudatos, és átlátja azt, hogy most ez a másiknak az érdeke, vagy azt mondja, hogy ez az én érdekem is. Hogy képes ezt világosan látni. Oké? És ez csak tudatossággal képes az ember arra, hogy világosan lásson ilyen dolgokat. Tehát egy olyan világ kell, hogy létrejöjjön, ahol az emberek képesek átlátni azokat a dolgokat, hogy ez most az én érdekem, vagy mennyire az én érdekem, és mennyire másnak az érdeke. Oké? Ugye majd a második részben fogok olyan dolgokról beszélni, amit még jobban megértünk itt a tudatossággal kapcsolatosan, már csak azért is, mert ugye a második részben a belső hajtóerőkről, a belső energiákról van szó, és hát ugye van egy olyan szabályunk, hogy az embernek úgy kell cselekedni, hogy mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Tehát a legnagyobb jó érdekében való cselekvéshez pedig igen-igen nagy szükség van a tudatosságra. És ha az ember nem a legnagyobb jó érdekében cselekszik, hanem pont azzal a cselekvéssel, pont a legnagyobb jó ellen tesz, na ott kezdődnek a problémák, de ezt a második részben fogjuk 7:30 után megbeszélni. Tehát mi nem tudom, hogy világos-e, hogy egy olyan dologgal foglalkozunk, ahol viszonylag még nem vagyunk sokan az emberiség létszámához képest. De sokan leszünk, mert el kell juttatni az emberek számára azt a tudást, ami a mindennapok boldogulásához szükséges. Tehát szükséges az, hogy tudjon bánni önmagával, tudjon bánni másokkal, tudjon bánni a pénzzel, tudjon bánni a párjával, tudjon bánni a munkájával, tudjon bánni a szüleivel, a gyerekeivel, a természettel, a környezettel, az élővilággal. Tehát, hogy tudjon az ember ezekkel bánni. Ezekre szükség van. És ez része a mi képzési sorozatunknak. Ez a képzési sorozat, ez egyben coach képzés. Tehát a coach képzés azt jelenti, hogy ember és életjobbító képzés, és a coach képes kihozni önmagából és másokból a legjobbat és a legtöbbet. Ez egy 2 éves tanfolyam, tehát 2 éves tanfolyam. Képzeljék el, valamelyik nap fölhívta Mariant az egy illető, és azt mondja, amikor letette Marian a telefont, azt mondja nekem, hogy honnan veszik azt, hogy itt ingyenes a képzés. 2 éves képzés, ingyen van. Hát nem tudom, honnan veszik. Hát hogy lenne ingyen? A regisztráció az ingyenes, persze. Így van, de a képzés az nem lehet ingyenes. Hát hogyha ön... Tehát azzal, hogyha
öntartósan valakinek úgy nyújt dolgokat, hogy az, az illető nem tudja azt viszonozni, akkor gyakorlatilag önmagának és annak a másik személynek, illetve önmagának nem annyira, de annak a másik személynek akármilyen hihetetlen, az ártalmára lesz. Tehát na még egyszer, fussunk neki. Tehát, hogyha ön valakinek folyamatosan nyújt valamit, és az az illető nem tud viszonozni, mindegy, hogy nem akar, vagy nem szeretne, vagy egyszerűen nem viszonoz, vagy nem viszonozhat, ez most részletkérdés, ez nem számít. Az az illetőnek ön rosszat tesz. Nem önnek lesz rossz, mert ön bőséges cserében van, azzal nincs gond, hanem neki tesz rosszat. Miért? Azért, mert elindít az illetőnél egy lelki folyamatot. Ugye tiszta az, hogy mindenkinek van lelke. Ugye ez tiszta. Az embernek tehát van lelke. A lelki folyamat pedig a következő. Az ember pontosan tudja, a lelkünk pontosan tudja, hogy mi az, hogy tisztességesség, mi az, hogy becsületesség, erkölcsösség, etikusság, ezt mind tudja a lelkünk. Oké? Tehát tudja azt, hogy ha olyat teszünk, amivel más kárára vagyunk, akkor azt olyat tettünk, amivel más kárára vagyunk. Tehát az azt jelenti, hogy elindítunk az illetőnél egy folyamatot. Tehát az ő lelke pontosan tudja, hogy kapok, 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 de nem viszonzok. Mi lesz ennek a következő lépése? Az lesz, hogy az illető elkezdi azt a személyt, akitől kap, elkezdi kisebbíteni. Majd attól a személytől elkezd eltávolodni, akitől kap. Majd azzal a személlyel szemben elkezd rossz dolgokat mondani. Sőt, már az, hogy elkezd róla rossz dolgokat meg kisebbíteni, az már egy ártót tett önmagában. Elkezd ellene fizikailag tenni. Tehát elkezd a jótevőjének ártani. Majd teljesen eltávolodik tőle. Ami azt jelenti, hogy megszakítják egymással a kapcsolatot. Oké? Na most az ember úgy működik, hogy bármikor elkezd ártó tettet elkövetni, és nem fordítja vissza azt a folyamatot, hogy ugye a folyamat az a következő, hogy először is kisebbíti azt az illetőt, tehát először is igazolja, ugye, hogy miért követett elő saját maga ártótettet, utána kisebbíti azt az illetőt, majd utána elkövetel ellenem egy következő ártótettet, és akkor ez így belekerül az ember egy ilyen lefelé irányuló spirálba, örvénybe. Na most, ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy ember, jó, nézzünk példaként egy rajzolom is, azt majd videón megnézik, akik nem látják. Tehát, hogy tiszta és világos legyen. Tehát itt van egy emberke. Jó, rajzoljuk őt központba, és ezt az egy, nevezzük egyesnek, vagy A-nak Aladár. Jó, tehát lejjebb egy kicsit. Aladár, és Aladárnak más emberek elkezdenek segíteni. Jó? Tehát ez az Aladár, ez nem viszonoz, ez csak kapja másoktól, és így rajzolok most több ember, mit tudom, Bélát, Cecíliát, Dánielt,
kapja a segítséget. Jó? És ő nem viszonoz. Minél több segítséget kap, oké, és ő nem viszonozhat, vagy nem tud viszonozni, vagy nincs rá lehetőség, hogy viszonozzon, annál tisztességtelenebb lesz az illető. Elég hihetetlennek tűnik, nem? Tehát akkor, na nézzük meg. Még egyszer. Tehát ő segítenek neki, ő nem viszonoz. A lelke, az mit fog csinálni? Felismeri azt, hogy ez egy számára tisztességtelen csere. Így van. Magyarul lelkiismeret furdalása lesz avval kapcsolatban, hogy ő nem viszonoz. Ezért mit fog csinálni? Azt fogja csinálni, hogy a segítőket elkezdi kisebbíteni. Jó, ez az első lépés. Majd utána azt, tehát kisebbítés. Majd azt fogja csinálni, hogy már a kisebbítés, az egy ártótett közvetlenül, a kisebbítés után mit fog csinálni? Valamit elkezd velük, tehát ártani fog nekik. Ártótett. Tehát valami ártást csinál. Ez az ártás, ez nem kell nagy dolgokat mondani. Mit tudom én, azt mondja neki, hogy szemébe, hogy te hülye vagy. Jó, ez már egy ártás, így önmagába. Jó? Tehát nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni. Utána az ártó tett után mit fog csinálni? Igazolni fogja, hogy az ő ártó tettje az helyes volt. Majd az igazolás után megint mit fog csinálni? Tovább kisebbíti az illetőt. Majd a kisebbítés után megint mit fog csinálni? Megint árt, így van. Majd pedig, hogyha már teljesen a lelkiismerete megelégelte ezt az ártást, ezt a folyamatot, ezt az ártó tett folyamat, ezt úgy hívják, akkor ott hagyja az illetőt. Na most az ember úgy működik, hogy minden ember jónak született. Tehát mindenki jónak született. Miért lettek akkor az emberek rosszak, idézőjelbe? Azért, mert gyerekkorban a szülővel a következő történt. Tehát a gyerek elkövetett egy olyan dolgot, ami nem tetszett a szülőnek. Tehát egy ártó tettet. Nem szándékosan, véletlenül. Oké? Mit tudom én mondjuk? Gyorsan szaladt, elesett, elszakította a ruháját. Mit csinált erre a szülő? Elkezdett vele ordibálni, hogy nekem mennyibe került az a ruha, stb. Nem tudsz, még lehet, hogy le is kevert neki egy pofont. Nem tudsz magadra vigyázni, bum. Mit csinált következő alkalommal a gyerek? Ha csinált egy következő ártó tettet, mit csinált? Nem beszélt róla, elhallgatta. Már az elhallgatás egy következő ártó tett. Ő már el is indult az ártó tett folyamatba. De neki az elhallgatás után igazolni kellett a helyes cselekedetét. Hogy ő azt az ártó tettet miért helyesen cselekedte. Majd kisebbíteni kellett az ellen, aki ellen elkövette azt az ártó tettet. Majd újból el kellett követni az ártó tettet azzal a személlyel szembe. És ha a lelkiismerete ezt hamar észrevette ezt a dolgot, ugye, hogy benne van ebbe az ártót egy sorozatba, akkor eltávolodott tőle, tehát meglógott a gyerek. Jó, de hát a szülőtől nem lehet meglógni, ezért mit csinált? Belemegy egy egyre több és több ártót egy sorozatba. Tehát egy olyan ember,
aki folyamatosan segítséget kap és nem viszonozhat, azt belevisszük ártott sorozatba, magyarul idézőjelbe bűnözővé tesszük. Oké? Okay. Hát ezért van az, hogy a romák nagy része bűnöző. Mert semmit nem adnak, csak kapnak, 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 kapnak ugye az államtól. Világos ez? Ugye tizede annyian vannak, mint a magyarok, ugye Magyarországon, azt a börtönökben a többsége az roma. És ez ezért van, mert nincs lehetőségük, most az mindegy, hogy milyen lehetőség, nem. Tehát például arra tanítják, hogy ne viszonozzon, most ez részletkérdés. Oké? Okay? Mit tudom, már gyerekkorban arra tanítják a szülők, hogy ne viszonozzon. Az most részletkérdés, hogy milyen oknál fog. De lelke mindenkinek van. Egy cigány gyerek is úgy születik, hogy ő jó, érted? Minden cigány gyerek úgy születik, hogy jó. És tudja mi az, hogy tisztesség, becsület, erkölcs, etika, lelke. Érted? Tehát nem faj kérdés, meg nem bőrszín kérdés. Gyakorlatilag egy olyan embert, akinek csak adsz, vagy mondok egy gyereket, nézd meg a milliárdos, vagy a gazdag szülők gyereket, akik csak kapnak, 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 bűnözővé válik. Mondok példát, megint rokonság. Rokonság. Len Szabolcsba. És ezt most hangosan ki is mondom. Szabolcsba. 1987-ben vagy 88-ban nyílt meg a kis határ, ahol a rokonok laknak, az Tiszabecs. Tehát konkrétan Tiszabecs, a kis határát kelő. És 90-valahánytól már nagy határát kelő lett, nem tudom hánytól, 96-tól talán mióta az EU van, talán azóta nagy határát kelő, már nem Tiszabecs, már nagy határát kelő, de csak személykocsik részére. És miért kezdtem ebbe bele? Nagyon egyszerű, mert onnantól, hogy kis határát kelő hely lett, mert nem az volt, onnantól elkezdtek csempészni. Mit? Régen üzemanyagot, benzint, gázolajat, benzint. Most is csempésznek gázolajat, meg benzint is, de most már elsősorban cigarettát csempésznek. És ebből a csempészésből a faluban sokan meggazdagodtak. És mit tudom én, azt mondja az unokatestvéremnek a lánya, hogy az ő gyereke, az annyi idős egyébként, mint nekem a kisfiam, egyidősek, az ő gyereke, tehát 20 éves gyerek, megkérdeztük, hogy mit csinál a gyereket. Az ő gyereke üzletember. Most érettségizett. Aha, üzletember. Náluk az üzletember azt jelenti, hogy csempész, persze, így van. És valószínűleg cigaretta csempész, mert ugye azon sokkal nagyobb haszon van, mint az üzemanyagon most már. Főleg most, hogy úgy ilyen szigorítások lettek a cigaretta csempészésnél. Csak azért érdemes ám tudni, hogy nekem Tiszabecsen azt is elmondták, hogy minden karton cigaretta után nem tudom hány forint üti a belügyminiszter markát. Minden karton cigarettát, amit átcsempésznek Ukrajnából Magyarországra, minden karton után konkrétan mondták, hogy hány forint, csak már nem emlékszem. Hány forint illeti meg a belügyminisztert? A magyar belügyminisztert. Oké? Csak hogy tudjátok. Föl akartak szerelni a faluba kamerákat, hogy bekamerázzák a falut. A csempészés miatt, a polgármester megvétózta. A falu polgármestere. Hát mert ő az egyik legnagyobb csempész. Persze. Így van. Na úgyhogy ilyen országban élünk, csak hogy lássuk. Az elnyomók hogyan működnek.
teljesen egyedi eset, persze. Persze. Tehát mondom, konkrétan megmondták, hogy hány forintot kap a belügyminiszter egy karton átcsempészett cigaretta után. A jelenlegi belügyminiszter. Jó, úgyhogy erről ennyit. Jó, aztán ugye már meséltem nektek, hogy az egyik rokonom az képviselő, tehát akart lenni most parlamenti képviselő választáson akart indulni. És felhívták ugye ide a központi székházba, ugye ez egyébként jobbikosnak akart volna indulni, és felhívták ugye a Jobbik központjába, ilyen tesztet kellett neki, ilyen tesztre, ilyen, hogy megnézzék azt, hogy alkalmas-e a képviselő választáson, hogy induljon, parlamenti képviselő választáson, és azt mondták neki, hogy nem indulhat, mert túlságosan becsületes. Úgyhogy ennyi. Na, ilyen, tehát én úgy látom, hogy van mit tennünk. De, tehát most gondoljuk csak bele, az emberek 20%-a antiszociális, 80%-a szociális, a 80%-ból 60%-ra hat az a 20% antiszociális, de a szociális emberek képezhetők, a szociális emberek fejleszthetők, az antiszociális emberek nem képezhetők, nem fejleszthetők. Jó, csak ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy bármilyen kételj van még benned, van egy terv avval kapcsolatban, hogy az emberiség létszámát, ha jól emlékszem, valami 40 vagy 50 éven belül 500 millióra kell csökkenteni. És ebbe ezt Bill Gates jóvá hagyta. Ő ebbe benne van, jó? Nem csak ő, hanem még azért mondhatnék neveket. Oké. Okay. Mindjárt lesz szünet. Jó. No, szóval lényeg az, hogy ez a lehetőség a jövőben százezreket, milliókat, tízmilliókat, százmilliókat fog érinteni, amit nyújtunk, hogy az emberek tudatossá váljanak. A képzések havi szinten 15 000 forintba kerülnek, amiből 9 000 forint jutalékra van kifizetve. Tehát a jövedelem nagy, vagy a bevételnek a nagy része az jutalékként van kifizetve. Hogyha ön megnézi azt, hogy mennyire fontos az, hogy az emberek tudatosak legyenek, és megnézi azt, hogy ebből ehhez az kell, hogy az emberek képezzék magukat. És ha ezt a kettőt így összefogja, akkor kijön belőle egy harmadik, az egyenlőség jelvégén pedig az van, hogy akkor iszonyú nagy jövedelmet lehet ebből elérni. De ahhoz természetesen az kell, hogy minél több embert szólítsunk meg azzal, hogy itt van egy tudatosságfejlesztés, itt van egy olyan képzés, amit már nem tud megkapni, egy csapaton belül, egy közösségen belül, ahol az ember segítik, hozzásegítik ahhoz. Tehát megkap mindent, megkapja azt, hogy miért, megkapja azt, hogy mi kell hozzá, megkapja azt, hogy miért jó ez az egész, amit csinálunk, megkapja azt is, hogy meddig csináljuk, hogy csináljuk, mint csináljuk, megkapja azt is, hogy kik fogják hozzásegíteni ehhez a tevékenységhez. Tehát egy olyan dologban vesz részt, ami én úgy gondolom, hogy ezzel semmi más, de minimum egy világtörténelmet írunk. Szó szerint. Egy világtörténelmet írunk. Mondhatjuk azt, hogy egy új korszak kezdetét valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy nemrég indult, gyakorlatilag fél éve indult az egész, és óriási lehetőség van benne. Túl nő rajtunk, az, hogy az emberek tudatossá váljanak, és tudatosak maradjanak, az nem csak a mi feladatunk lesz, hanem a gyerekeink, meg az unokáink feladata is. Úgyhogy, ha bármilyen kérdés merült fel önben, amire esetleg nem kapott ma választ, akkor megkérem,
hogy nézzen egy kicsit jobban utána az oldalunkon. Ha kérdése van, és az oldalon nem talált rá választ, akkor keresse föl a vezetőjét. Ha bármilyen felismerése volt az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor kérem, írja meg. Úgyhogy egy pár perces szünet után folytatjuk a képzésünket, már nem nyílt formában, csak a jelenlévők esetében valósítható ez meg. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek további szép estét, és természetesen boldog új évet kívánok mindenkinek, egy csodálatos szilvesztert holnap estére, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!